tisztelettel és szeretettel köszöntjük minden kedves vendégünket, ennek a kiváló könyvnek, Marga Zoltán Magyar Animációs Rendező Borték című kötetének bemutatóját. Ennek a könyvemutatónak egy szomorú apropóját adja, hogy tegnap hunyt el Adás Ferenc, Kossuth Díjas filmrendező, ezt a mai beszélgetés az ő emlékének is ajánljuk. És hát ennél az asztalnál olyan művészek és szerzők ülnek, akiknek rengeteg köze volt már korábban, csak nem a kiadó könyveihez. Más nem mondjak, Varga Zoltán és Gerencsér Gábor a filmes témájú könyveink termésének legalább 40-50%-ában ilyen olyan módon benne volt, hogy ez a munka is egy nagyon szép koprodukciós teljesítmény. És hát szeretném akkor gyorsan bemutatni a beszélgetés résztvevőit. Ülésen a legegyszerűbb talán most Szabó Ferenc Kossuth Díjas grafikus művész. Mikrofonban továbbiabban Csáki László, Balázs Béla Díjas animációs filmrendezőt, M. Tóth Évát, Balázs Béla Díjas animációs filmrendezőt, Varga Zoltánt, a kötet szerzőjét, Mikulás Ferencet, Balázs Béla és Prima Primissima Díjas filmproducert, Kecskemét filmnek a vezetőjét, és Gelencsér Gábor filmtörténészt, aki egyben a beszélgetés moderátora is lesz. Tartalmas szórakozást kívánok mindenkinek, és aki még nem vásárolt könyvet a beszélgetés után is megteheti és dedikáltathatja is. Köszönöm szépen. Néhány szóval a kötetet, illetve a szerzőt szeretném bemutatni bevezetősképpen, illetve a kötet bemutatása voltaképpen a kérdésemet is meg fogja fogalmazni a jelenlévőkhöz. Ugye hála Istennel elég sokan ülünk itt ebben a kerekasztalban, és ez azt is jelenti, hogy lehet, hogy egy kérdés tud csak körbe menni, hiszen körülbelül egy órásra, maximum egy órásra terveztük ezt a kötet bemutatót. Zoltánt nagyon régóta ismerem, és azt is tudom róla, hogy nagyon szereti a számokat és az adatokat, elképesztő az emlékező tehetsége. Általában napra pontosan meg tudja mondani, hogy mondjuk kisgyermekkorában egy bizonyos filmet mikor és hol látott. Úgyhogy kicsit a számokról, remélem nem lesz olyan, amit nem kéne elárulnom, már csak azért sem, hiszen a kötet hátlapján mindez olvasható. Tehát Zoltán éppen ebben az évben 40 éves, 20 éve publikál. Eddig 3 olyan kötet jelent meg, amelyben társszerzőként vagy szerkesztőként közreműködött. Ilyen volt az első munkája, a Vámpírfilm alakváltozatai című, amit Vajdovics Györgyi kolléganőmmel együtt jegyeznek. Aztán az MMA kiadó gondozásában a Jankovics Marcellről szóló tanulmánykötetben írt, szintén az MMA-nál megjelent egy filmlexikon, magyar filmek 1896-2021, ebben szerkesztő társam volt, és mondanom sem kell, hogy az animációs szócikkek döntő részét ő írta, és még néhány egyéb játékfilmről is, illetve filmről is írt szócikket. És 3 önálló kötete van mostanáig, ezek az első a Magyar Animációs Film intézményes formatörténeti közelítések, ezt a szegedi Apertura könyvek sorozatban adta ki, és 2 MMA-s kiadvány, a Kecskeméti animációs filmről szóló, illetve a Macskaegér játékok, ami egy Ternoszki Béla monográfia, és ez pedig most a 4. kötet, önálló kötete a szerzőnek. 20 éve publikált, tehát 20 év alatt ez a teljesítmény, azt hiszem, hogy önmagáért beszél. A másik pedig az, amit a kötetek címe is mond, hogy Zoltán az animációs filmnek, a magyar, és azt gondolom, hogy a nemzetközi animációs filmnek is mostanra az egyik legszakavatottabb fiatal kutatójává vált. Ez a sorozat és ezek a léptékek, amiben ő dolgozik, tehát hogy teljes magyar animációs filmtörténet, egy bizonyos műhelynek a feldolgozása monografikus igénnyel, illetve alkotói monográfiák, ez megint csak arról szól, hogy nagyon komolyan veszi a tárgyát, és rendkívül nagy ismeretanyaggal rendelkezik. Ebben a kötetben is hihetetlen műveltséget mozgósít, nem csak animációs filmben, amikor olvastam ezeket, külön aláhúzogattam, hanem a zeneművészettől, az irodalmon át, a képzőművészetig nagyon fantasztikus tágkörben asszociál, és ezek nagyon megvilágító erejű asszociációk. És ennek a könyvnek egészen különleges a felépítése, mert hogy voltaképpen
kis monográfiák, kisebb vagy rövidebb tanulmányok, amelyek mégiscsak egy-egy szerző életműnek a mostanáig alakuló szakaszáról beszél. Van közöttük már lezárult életmű sajnálatos módon, mint Gyulai Liviusé, de a többiek, akik közül most Czakó Ferenc és M. Tóth Éva itt van közöttünk, ők még mai napig alkotó aktív művészek, rajtuk kívül még Orosz Istvánról, Úri Gáborról, Csáki Lászlóról, aki szintén itt van, bocsánat, és Bucsi Rékáról szólnak ezek a tanulmányok. Bocsánat, Laci. Viszont ennek a könyvnek a másik sajátossága az, hogy nem pusztán egymás mögé állít, egyébként önmagukban is érvényes életműveket, ebben van egyfajta kronológia, tehát hogy már befejezett életmű, bocsánat, de az idősebb generációhoz tartozó alkotók és a fiatal pályakezdők, ugye Bucsi Réka esetében. Tehát, hogy van egy ilyen íve is a kötetnek, de ugyanakkor van egy nagyon markáns szempontrendszere. És én voltaképpen ezt a szempontrendszert szeretném itt elsősorban exponálni, ez pedig nem más, mint az animációs film, mint szerzői film. Ennek a kérdésnek a feltevése, hogy van-e a szerzői film fogalmának létjogosultsága az animációs filmben, ha igen, akkor miképpen. Ez egy olyan keretet ad ennek a vizsgálódásnak, ami miatt ez a könyv abszolút megfelel, úgymond a tudományosság igényének, tehát, hogy van egy nagyon markáns szempontrendszere. A szerzői animációfilm gondolata egy bevezető tanulmányban fogalmazódik meg, megint csak nagyon széleskörű filmtörténeti kontextusban. Ez a szempontrendszer érvényesül az egyes alkotói portrékban, majd egy összegző tanulmány még levonja ennek a tanulságait. Tehát különleges a szerkezet, nem is nagyon ismerek én nem csak az animációs film történetében, hanem a játék vagy dokumentumfilmek történetében sem hasonló jellegű vállalkozást, amikor nem egy szerzőről szól a monográfia, nem egy filmtörténeti korszakról, hanem több szerzőről, méghozzá egy ilyen nagyon markáns szempontrendszer szerint. Azt gondolom, hogy az egyes portrékról most így kevésbé volna értelme beszélni, erre nem is jutna idő, meg van, aki itt van érintettként, annak azért kínos, aki nincs itt, ott meg lehet, hogy ezért volna furcsa erről beszélni. Úgyhogy én ezt a szerzői filmes szempontrendszer szerintem előtérbe kell tenni, és lényegében mindannyiótoktól azt megkérdezni, hogy mit gondoltok erről. Számotokra a szerzői film fogalma, mint animációs filmkészítő, vagy akár mint producer, eszetekbe jutott már, gondolkodtatok ezen, érvényesnek találjátok, és természetesen azzal összefüggésben is kérdezem ezt, hogy mindazt, amit a Zoli ebben erről írt, az számotokra akár vitatható, megerősítő, elgondolkodtató. Tehát ezt a problematikát, vagy ezt a jelenséget szeretném itt elsősorban exponálni, hiszen ez az a gyújtó pontja ennek a kötetnek, ami nekem legalábbis a legizgalmasabb volt. És tényleg nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatosan, hogy létezik-e egyáltalán ez a fogalom, jogosult-e ennek a használata, és hogyha igen, akkor az a mód, ahogy Zoltán dolgozik ezzel a fogalommal, a számotokra mennyire volt megvilágító erejű. Nem tudom, hogy ki kezdené szívesen a válaszadást, nem szeretném ezt traumatizálni. Zolitól majd a végén kérdezek ezzel kapcsolatban valamit, de természetesen most is megadom a szót. Bocsánat, hogy akkor így magamhoz ragadtam a mikrofont, egyrészt szerettem volna a felvezetést megköszönni Gábornak, másrészt, hogy ennyi dicsérő szó után kicsit bátortalanul is szólalok meg, de azt szerettem volna a kérdésre adott válasz előlegezéseképpen előre bocsájtani, hogy nekem egy viszonylag hosszabb út vezetett ahhoz, hogy kifejezetten animációs szerzőiséget vizsgáljak. A Gábor által elősorolt animációs szakkönyveimnek a fókusza, ugye, ahogyan egymásra következnek, csak fokozatosan került rendezői életművekre, de aközben, miközben én a Magyar Animáció 100 évét vizsgáltam, majd később a Kecskemét film történetét, a kecskeméti animáció históriáját tanulmányoztam. Ezen közben, főleg a 2010-es évekről van tehát szó,
Én viszonylag sok rendezőről, alapvetően élőszereplős filmeket jegyző rendezőkről, európai és amerikai alkotókról írtam portrékat, portrécikkeket a Filmvilág folyóirat számára többnyire, bár nem kizárólag. És azt hiszem, hogy ezek is megerősítették, megérlelték azt az érdeklődést számomra, ami teljesen evidens volt már akkor, amikor eléggé előjártam az animációs film tanulmányozásában, hogy kapcsoljam össze ezt a kettőt. Ugyanakkor ez csak a szakírói része a dolognak, és van egy másik része, ami már Gábor kérdéseire konkrétabban választ adhat. Én az animációs filmes óráimat, amikor életem egy letűnt szakaszában, amikor még tanítottam, akkor teljesen magától értetődő módon fűztem fel animációs szerzői portrékra. Tehát ez nekem sohasem volt kérdéses vagy dilemma tárgya, hogy az animációs filmben releváns a szerzőiségnek a gondolata, kifejthető és kidolgozható az, hogy hogyan kell ehhez a kérdéskörhöz nyúlni a tényleges életművek alapján, illetve az életműveket átfogó jellegzetességek felől. És ebben, ennek a megközelítésnek a könyvben tulajdonképpen legalább két szempontos felvetését vázoltam, ezt most nem fogom nagyon bőven kifejteni, hiszen ott van a fejezetekben. Az egyik az, hogy meg kell nézni mindenképpen a produkciótípusnak a kérdését, hiszen megint más, hogyha egyedi filmről vagy rövid filmről, illetve egész estés filmről vagy akár sorozatról beszélünk. Mindegyikben érvényesíthető a szerzőiség, de vannak azért nagyon nyilvánvaló tendenciái annak, hogy ez a szerzőiség elsősorban az animációs filmben a rövid filmről szól, vagy legalábbis ott fókuszálódik leginkább. És egy másik szempont, ami nem azonosítható műfaji vagy stílus kérdésekkel az élőszereplős filmben, tehát nincs meg az egyértelmű megfelelője, és éppen ezért annál izgalmasabb az animációban, hogy az úgynevezett animációs formáknak, tehát a technikák által létrehozható különleges látványvilágoknak az egyénítése és alkalmazása, az egy kardinális alapvető kérdés abban, hogy ki hogyan dolgozza ki a saját szerzőiségét. Tehát ezt nem ragozom tovább, mert erről szól ez a fejezet, de Gábor kérdésére válaszolva az én álláspontom az, hogy határozott igen, akkor, amikor az animációs filmben a szerzőiség értelmezhetőségét vizsgáljuk, és ez a két szempont szerintem biztosan alkalmazható, talán vannak még egyebek is, amelyekre itt most a könyvben nem tértem ki, de hát ha a többiek most kiegészítik ezt a sort. Köszönöm. Tőled ezt azért sem kérdeztem, mert nyilván nem így írtad volna meg a könyvet, hogyha erre nem határozott igen a válaszod. És akkor először, hogy az előző bakimat korrigáljam, Laci, hadd kérdezzelek téged, hogy a Kék Pelikán című kiváló film, ami most fut a moziban, szerzői animáció? Ez pont egy érdekes helyzet, ez egy nagyon jó kérdés, mert pont ahogy a Zoli is mondja, szerintem a rövid filmek az a forma, vagy az a hosszúság, ahol a szerzőiség szerintem a legkoncentráltabban meg tud jelenni. Például, hogyha azt mondjuk, hogy ugye technikához, vagy animációs technológiához köthető, vagy látványhoz köthető egyediség, akkor ez a rövid filmbe tud megjelenni úgy igazán. Hogyha az ember már egy egész estés filmet kezd el tervezni, vagy gyártani, akkor ebből az egyediségből, vagy egyedi hangból azért elég sokat fel kell áldozni. Hiszen a filmet gyárthatóvá kell tenni, és az alkotó egy személyben nem tud minden tervezői funkciónál ott állni, és felügyelni a munkafolyamatokat, hogy az pont olyan legyen, mint ahogy ő szeretné, hogy legyen. Úgyhogy ez nálam egy érdekes helyzet volt, hogy én például a Kréta technikát, ami szerintem az én munkáimnak, az eddigi munkáim nagy része az Kréta animációs technikával készült. Ezt a technikát nekem úgymond most fel kellett adnom, és tovább kellett lépnem. De ettől függetlenül a szerzőiség szerintem megmarad, hiszen az a film egészére vonatkozik, tehát a dramaturgia, a gondolkodás, a témaválasztás, illetve mondjuk én konkrétan a Kék Pelikán esetén az összes hátteret én festettem a filmbe, ami 1200 hátteret jelent, tehát a kezem nyoma az továbbra is rajta van a filmem. De lényeg az, hogy másképp kell egyébként gondolkodni, és nekem ez egy nagyon nagy iskola volt, hogy tovább lépni, vagy túllépni magamon, és például kinyitni, és egy stábbal együtt dolgozni. És nem tudom, hogy hosszan válaszoltam meg, de... Köszönöm szépen, Ferenc.
Régen a szerzői filmeket egyedi filmeknek nevezték a Pannonia Filmstúdióban. Abban a helyzetben vagyok, hogy a többi éven keresztül nyomon követhettem tulajdonképpen a jelenlévő a könyvben szereplő alkotóknak a munkáit, és meg kell mondanom, hogy nem annyira a filmek, mint a személyiségek, az emberek kedvessége, okossága, bölcsessége kötött le, és a kötet olvasásán is tulajdonképpen megelevenedtek ezek az emberek, és számomra ez a legnagyobb ajándék a többek között ennek a könyvnek. Én mostanában akár a közéletben, meg máshol nem igazán érzem jól magam, és rájöttem arra, hogy egy tanult barátom mondta, hogy nem csak külföldre lehet diszidálni, hanem a múltban is. Én meg rájöttem arra, hogy nem csak a múltban lehet menekülni, hanem a művészetben is, és nagyon örülök ezeknek a filmeknek, hogy egyrészt tanulja lehettem ezeknek a születésének részben, mert több kolléga is a Kecskeméti stúdióban is dolgozott, gondolok itt Liviusra, Orosz Istvánra és Úri Gáborra, és el kell mondanom, hogy tulajdonképpen ezek az emberek nagyon őszinték, tehát a személyiségük átjön a filmen. Hát meg eszembe jutott M. Tóth Éva teljesen olyan a valóságban is, mint a filmjeiben. Tehát nekem ezek az emberek élményt jelentenek. Még egy apróság, régen a Pannoniában volt egy büfé, annak valami varázslatos közege volt, mert ott ültek nagyon sok tehetséges ember, és élvezte, amikor lement az ember a büfébe, akkor tudott találkozni velük és beszélgetni. Gyakorlatilag egy kicsit ez a büfé hangulat jött vissza nekem ennek a könyvnek az olvasásánál. De hát én azt hiszem, hogy azt mindenféleképpen el kell mondanom, Lichter Péter írta a filmvilágban, hogy a nyelv és a gondolati gazdagság jellemzi a könyvet. Én vettem a fáradtságot, és kiírtam, hogy hány irodalmi vonatkozása említi meg Zoltán a rendezőkkel kapcsolatos filmeknél. Hát elnézést kérek, egy kicsit talán hosszú lesz. Gyula Liviusnál 54 jegyzetet említ, és 68 filmre hivatkozik. Czakó Ferencnél 44 tanulmányra és 54 filmre. Orosz Istvánnál 92, stb. Stb. A végét mondom, összesen 450 alkalommal hivatkozik valami könyvre, tanulmányra, jegyzetre, és 421-szer említ meg filmeket. Tehát én azt hiszem, hogy talán ezek a puszta prózai számok is aláhúzzák ezt a fantasztikus dolgot, és annak nagyon örülök, hogy annak idején a gyerek zsűribe beválasztottuk Kecskeméti Animációs Fesztiválba Varga Zoltánt és Úri Gábort is, hát mert valami lett belőlük. Köszönöm szépen. Feri, ezt még én sem számoltam össze, úgyhogy nagyon köszönöm, majd szeretném elkérni a listát, hogy eszembe se jutott még. Még ehhez, hogy a könyv, tehát a kiadó is ezt a tudományosságot nagyon szépen megjelenítette azzal, hogy minden egyes fejezet végén ott van egy szakirodalomjegyzék és az idézett filmek listája, tehát hogy fejezetről fejezetre ezeket a apparátusokat úgymond megkapjuk, ami szintén ritka dolog, tehát legtöbbször egy kötet végén, a kötet végén szokott ez megjelenni. De akkor nézzük tovább a szerzői film fogalmát. Éva? Be van kapcsolva, jó? Oké. Tehát elhangzott itt egy fontos dolog az előbb, a személyiség vagy az ember. Tehát így azt gondolom, hogy a szerzői film mögött, vagy a szerzői filmben mindenek előtt az ember az érdekes. És hogy valamiért, hála jó Istennek, a magyar animációs művészetben ez mindig nagyon erősen jelen volt. Tehát én mindig azt éreztem, hogy nagyon erősen originális, izgalmas, érdekes személyiségek állnak a művek mögött, és most itt a Lacihoz kapcsolódva, vagy ez a kérdéshez, hogy mondjuk egy rövid film, vagy egy hosszabb film, nevezzük egész estés filmnek, vagy aminek akarjuk. Egy olyan léptékű dolog, ami nem egy ilyen egy gesztusra, vagy feltétlenül egy gondolatra épülő munka, hanem egy kicsit összetettebb és bonyolultabb. A magyar animációs művészetben azt gondolom, hogy ezek az egész estés filmek is jelentős részben szerzői filmek. És hát akár Jankovics Marcelre gondolok, akár Gauder Áronra, akár
akár Csáki Lacira, tehát hogyha hosszabb filmeket nézem, amelyek nagyon erősen viselik a szerzői kézjegyét, akkor ezek mind a magyar animációra kifejezetten jellemző alkotások. És egy nagyon-nagyon szép ívet vélek látni ezekben a művekben, és itt az alkotóknak a személyiségében, ahogy szinte egymásnak adják a ceruzát, vagy a nem tudom, a különböző digitális rajzeszközöket már a mostani időkben, mert hogy ugyanazt a szellem vélem látni. És ez olyan, ebben van valami megnyugtató. És nagyon köszönöm Zolinak, hogy ezt a könyvet megírta, és létrehozta, és hogy így például bennünket egy társaságba terelt, mert ez egy nagyon megtisztelő klub, aminek szerintem most így a részesei vagy tagjai vagyunk. Köszönjük szépen! Én is, hadd köszönjem meg nektek az élményt, mert ez az a sok zenei, irodalmi és filmes utalás, amit Gábor külön kiemelt, Mikulás Feri pedig megszámolt, az azért nélkületek se jöhetett volna létre, tehát ez egy nagyon nagy szellemi kaland volt számomra is. Czakó Ferenccel kapcsolatban úgy lehetne még árnyalni ezt a kérdést, hogy nyilván amikor élő homokanimációs bemutatóról van szó, az szó szerint a kézjegyet, hiszen a kezeddel ott alakítod. Hogyha ez filmre kerül, ott a szerzőiség ilyen szempontból egy módosultabb állapotba kerül? Tehát van itt e tekintetben valami fajta különbség? Hát először is ez egy fantasztikus nagy mű a Zolitól, tehát ezt tudni kell, hogy ez egy 3 éves munkája volt, és hát számomra hihetetlen, hogy ennyi anyagot hozzáolvasni, és filmes, régi filmeket felemlítve végigcsinál. Én nagyon meglepődtem, már így saját magamon, mert olyan összefüggéseket hozott, amire én nem is gondoltam így az életművem kapcsán, tehát ez is egy különleges része volt az olvasatnak, mert gyakorlatilag rendszerbe szedte az életművemet, amire hát én igazán ilyen összefüggésben nem is gondoltam. Hát most a szerzőiség itt a könyvnek az elején is kiderül, ez egy elég véres vita téma, mert most én hallottam olyat, hogy volt olyan alkotó, aki nagyon szívesen fölemlítette azokat, akikkel dolgozott, és volt, aki mereven elutasította, pedig hát itt azért van zeneszerző, nagyon fontosnak tartom a vágót, tehát én Hap Magdával együtt dolgoztam, szinte az összes filmet ő vágta, és gyakorlatilag legalábbis az én filmjeim, mert nagyon sok ebbe a homokanimációba, szóval ez is rajzfilm, de nem rajzanimáció, tehát itt nagyon sokat számított az most, hogy a régi rajzfilmeket vesszük, ugye, hogy megvolt az összes mozgatás a cellen, kifestve hátterek, és utána mentek be a kameraszobába. Most már más ugye ez a komputeres világ. Az összes analóg, tradicionális, háromdimenziós animáció, tehát a papírkivágásos, a gyurma, a báb, a homokanimáció, ez kamera alatt készült, tehát stúdió jelenlét kell, és azzal, hogy a kamera alatt készül, meg kamera előtt, azzal tulajdonképpen rengeteg improvizálási lehetőség van. Na most csak azért mondom, hogy mikor a Magdával vágtunk, akkor ezekből az improvizálásokból azért elég sok rendesen kihullott, tehát kiszúrtam magammal tulajdonképpen, de ugyanakkor még nagyon friss lett a dolog, mert bizonyos homokat, a motivumokat vittem tovább, és nem kötöttem magam egy forgatókönyvhöz, tehát úgy, mint mondjuk egy rajzfilmnél, ahol többen rajzolják, nyilván drága dolog, szinte másodpercre ki van számolva, jól mondom, és itt pedig rengeteg olyan lehetőség van, amit tényleg öröm kihasználni. Tehát, de én még most is vitatkoznék ezzel, hogy szerzői film, hiszen akkor ahol megszületik a film, tehát akkor a vágót is igenis föl kell hozni. Aztán van egy hangulata, az a bizonyos zörejés zene, azt is valaki megcsinálta. Tehát nyilván, hogy a
jelesül mondjuk a rendező viszi a vására a bőrét egy fesztiválon, hát ha egyáltalán bejut a filmfesztiválokra. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Hát egészen más egy egész estés, én nem csináltam egész estést, meg rajzfilmet sem csináltam soha. Tehát egészen más vetület, amikor rengetegen dolgoznak. Nekem is volt olyan bábfilmem, ahol majdnem 30-an dolgoztak benne, meg ugyanilyen gyurmafilmem is. Hát a homok animáció az nyilván hordoz egy olyan képi világot, amit mondjuk fel lehet vállalni, és hát van a homok animációból kialakult élő homok animáció, hát az meg mondjuk lehet azt mondani, hogy az egy szerzői anyag vagy film, de hát az egészen más lépték, tehát az inkább egy ilyen performance-nak vagy színházi produkciónak nevezném. Úgyhogy én nem határolódok el ezzel, hogy feltétlenül hú, ez csak is az én filmem, és csak is az én védjegyem. A szerzői film, a játékfilmek esetében azért legalább annyira erősen összefonódik a történettel, tehát hogy a történetnek a személyességével, mint a látványvilágnak, tehát a stílusnak a személyességével. Éreztek e tekintetben különbséget az animációs és a játékfilm között? Ugye Zoli utalt rá, hogy itt a vizualitás, a látvány, tehát hogy a szerzőiség, amit voltak éppen a stílussal is azonosíthatunk szemben a műfai filmmel, az animációban inkább a látványhoz kötődik, mint a történethez, vagy e tekintetben nincs különbség ilyen értelemben a történethez is ugyanúgy tapadhat a szerzőiség, mint ahogy a játékfilmnél. Én most azt mondanám egy ilyen sommás kísérletként, hogy talán a játékfilmben a történet az erőteljesebben viszi a szerzői gondolatot, mint a látvány, és az animációban lehet, hogy ez fordítva van, tehát egy ilyen aránykérdés. Én egy kicsit másképp közelíteném meg. A mi műfajunknak van egy sajátossága, ami a játékfilmben kevésbé érvényesül. Ez pedig az, hogy a nézőt beavatjuk jobban, mint a játékfilmben. Tudnék, nem a valóságot mutatjuk, hanem annak elvonatkoztatott részét. A nézőnek meg kell fejteni, és a gondolatban megfejti, érzelemben is követi. Tehát a műfajnak tulajdonképpen ez a különbözősége a játékfilmeknek. Játékfilm is élnek ezzel, de nem ennyire szervesen, mint az animációs filmeknél. De aha élmény a szakmában, így mondja. Viszont a témaválasztás, meg a történet, meg az, hogy a választott téma vagy történet hogy van feldolgozva, az viszont szerintem azonos. És hát nem is tudunk magunkból kikerülni, tehát egyértelmű, hogy amikor választunk egy sztorit, akkor az teljesen jellemez bennünket, és ezeken az élet, vagy ezeken a filmeken teljesen nyomon követhető, hogy ki milyen irányba indul el. Tehát, hogy például valaki adaptál, és irodalmi műveket használ, vagy egyébként valaki saját sztorikból indul ki, vagy egyébként valaki dokumentum alapú áll hozzá, és megtalál sztorikat. És ez rögtön szerintem a filmnek egy iránytűjévé változik, és abba az irányba áll, ami teljesen a szerzőiséget alátámasza. És ezt ugyanúgy nyomon követhető egyébként a játékfilmekbe is. Ugye látunk egy Tarantino filmet, akkor azt pontosan tudjuk azonosítani akár egy jelenet részletéből is, és szerintem ugyanígy megvan az animációban is ugyanez. Annyi, hogy az animációban ráerősít, vagy rásegít az egyéni hangra maga a technika, vagy hogy ennyire lehet uralni az egész képfelületet vizuális értelemben. Azt gondolom, hogy az animációs filmben a kép, mint történet, tehát maga a képkocka is már egy történet, tehát amit látok, amit meglátok, ahogy az oda van rakva. Tehát mindenkinek a kézjegye benne van, ha a szerzői filmről beszélünk, de talán akkor is, ha a nem szerzői filmről. Most itt ugye ilyen definíciós ellentétek merültek fel köztünk, de úgy hiszem, hogy eleve miután az animációs film egy absztrakt kép, tehát valami sokkal absztraktabb, azt gondolom, de ez sem általános, mint egy játékfilm.
eleve más a történet. Tehát úgy gondolom, hogy a történetről is valahogy máshogy kell beszélnünk. Tehát azoknak az animációs filmeknek is van belső története, amelyeknek látszólag nincs története, vagy akár csak valamilyen improvizációnak tűnnek, vagy felvetés szintűnek, mert valami olyan belső kohézió tartja össze, ami lehet, hogy éppen a vizualitásából ered, tehát abból a fajta kifejező eszközből, amit az alkotó használ. Nem, hát csak annyit fűznék hozzá, hogy a szerzői filmeket, ha most visszanézzünk több évtizedre, most a több országnak az alkotóit nézzük, akkor azért rögtön rá lehet ismerni, hogy az egy lengyel alkotó volt, az egy francia, az egy orosz, tehát nagyon jellegzetesek ezek a dolgok. Csak itt fölmerül egy olyan kérdés, mert most itt vagyunk ugye a kortársak, és hát ebbe a pár évtizedbe, de mindig följön bennem ez a félelem, hogy ezek a filmek, ezek hogy lesznek archívában. Most tanulni vagyunk annak, hogy hú, ez nem jó ez a hordozó, most írjuk át egy másik hordozóra, aztán megint egy másik hordozóra, hogy meddig maradnak ezek meg? Mert elmegyünk egy képtárba, és mondjuk megnézzük a koragótikus képeket, és hát aki kicsit felületes szemlélő, az úgy látja, úgy már nagyon felülről, hogy hát ez olyan, mintha három ember csinálta volna az összeset. Pedig hát ugyanaz a stílus, rengeteg festő dolgozott. Most lehet, hogy minket is, ha egyáltalán lesz 300-400 év múlva rátekintés ezekre a filmekre, akkor összezsugorodik, és úgy néz ki, mintha 4-5 ember csinálta volna ezt a 40-50 évet. Tehát furcsa módon a stílusok egy bizonyos távolságból már összehúzódnak, és jönnek mindig újak. Nyilván mindenki a saját korstársai és a saját életébe látja azt a pár évtizednyi anyagot, de már mondjuk 100 évre visszamenve már egészen más a látványvilág. Csatlakozva az előttem szólókhoz és egyetértve az elhangzottakkal, én is inkább azt mondanám, hogy nem azért összereplős játékfilm és az animáció között van cezúra, vagy valamilyen markáns elhatárolhatóság, hanem ez tulajdonképpen alkotóktól vagy tendenciáktól, művészi megközelítésektől függ. Tehát ugyanúgy egy élőszereplős filmben is lehet a látvány már animációszerűen stilizált, Fellinitől Ken Russellig, és ugyanúgy az animációban is a saját stilizált látványvilág mellé választhat bátran történetet jellemző cselekménymotívumokat az alkotó, ha akar, de hogyha nem is az élőszereplős filmekből ismerős történetmesélő eszközökkel, akkor más módon, tehát ahogy a Néva is mondta, a kép maga is egyfajta történet, vagy egy történetet rejt magába. Tehát valószínűleg a filmes elbeszélésmódnak egy tágabb értelmezésére van szükség, akkor, hogyha az animációt is bevonjuk, ahhoz képest, mint amit megszoktunk, amit akár a klasszikus, vagy akár a modern művész és tömegfilmes alkotásokon edződött szemmel szoktunk meg. Czakó Ferenc utalt a digitális technikára. Ez is felveti a kérdést az animációban, amelynél tényleg megint csak nagyon szemléletes, hogy kézzel történik. Ehhez képest most pedig már nagyon gyakran billentyűk nyomogatásával történik. Átalakítja ez magát az animációt, vagy éppenséggel a szerzőiséget az animációs filmben? Szerintem egyáltalán nem. Tehát Ez egy technológiai, tehát hogyha mondjuk digitális rajztáblát használsz, akkor is a kezeddel rajzolsz, csak mondjuk nem egy olyan eszközzel, ami konkrétan nyomot hagy, hanem csak digitálisan hagy nyomot. De a gesztusok azok ugyanúgy át tudnak jönni, ugyanúgy tudsz modellálni eszközöket. Itt a kérdés az, hogy te, mint alkotó, neked mi fér bele? Neked szükséged van a fizikai térre és a fizikai anyagokra, vagy neked elegendő az, hogy te digitálisan dolgozol. Én például pont abban a generációban tartozom, amikor én egyetemre jártam, és az analógnak kezdett úgymond nem vége lenni, csak lecsengeni, és jött a digitális kor, amikor megjött az első digitális fényképezőgép. Tehát én például ebbe a kettőbe, mind a kettőbe belecsöppentem, én értem még azt is, meg dolgozom ebbe is.
És például iszonyatosan izgalmas az, amikor ezt a kettőt az ember elkezdi keverni. Nekem például legdurvább állapot az az, amikor krétával rajzolok, és andúzni akarok. Tehát vissza akarok egyet lépni, de rájövök, hogy de hát most egy fizikai térben vagyok, nem a gép előtt ülök. Na most ezt az állapotot megérezni azért az egy elég komoly dolog, de nyilván aki inkább digitális térben működik, annak ez nincs meg. De szerintem tökéletesen átvihetők a gesztusok is. Viszont szerintem fontos az, hogy az ember mit akar elérni, vagy mire használ. Én például nagyon szeretek egyébként anyaggal dolgozni, az anyagiság, az érintés, hogy fizikálisan tapintok egy anyagot. Ez néha nagyon hiányzik a digitális térben, amikor tényleg csak a pixeleket kergetem egész nap, de abba is meg lehet találni azt, ami szerintem működik. Erre a kérdésre azt hiszem, hogy talán az a film nagyon fog választ adni, amit most fejezünk be ezen a héten. Francia megrendelésre egy Oscar-díjas filmrendezővel dolgoztunk, játékfilmért kapott Oscar-díjat, Hazan a Viciusnak nevezik. Egy felnőtt téma, a holokausztról szól, de hogy a játékfilmes hogy viszonyul az animációhoz, azt hiszem ez a film valójában vissza fogja adni. Javaslom, hogyha Magyarországon forgalmazzák, nézzétek meg, és hát nagyon örömteli, hogy Cannes-ba bekerült versenyben, legutóbb 2012-ben volt animációs film, egész esős animációs film Cannes-ban versenyben, és hát most beválasztották. Én annyit szerettem volna itt főleg Laci gondolatához hozzátenni, hogy mi itt az utolsó mohikánok, akiknek még volt alkalma analóg filmkészítésben részt venni, és valóban kamerával és a drága kollégákkal dolgozni, akik közül van itt jelen olyan, aki megtiltotta, hogy megszólítsa minden a pódiumról, de nagyon-nagyon köszönöm Varga Györgynek, hogy dolgozhattam vele, úgyhogy sajnálom, hogy mások nincsenek itt, és én úgy hiszem, hogy rengeteget tanultunk, tehát azt, hogy ezt utána az ember be tudta építeni egy következő technológiába, én örökre hálás leszek a sorsnak, hogy még úgy születhettem, hogy megélhettem ezt, hogy ezekkel az anyagokkal és ezekkel a kollégákkal dolgozhattam, barátokkal, akikkel létrehozhattunk műveket, és én meggyőződésem, hogy a mostani fiatalokban nagyon nagy az érdeklődés az anyagok, anyagszerűség iránt. Tehát az, hogy itt van egy digitális technológia, az egy dolog, tehát az is olyan, mint egy ceruza vagy egy toll, tehát használjuk. És nyilván használjuk, mert tök jó, és nagyon sok lehetőséget rejt, és nagyon jó ezeket keverni, megvegyíteni, de én úgy hiszem, hogy annak ez a teremtés örömének az az élménye, amikor anyagokkal dolgozik az ember, és a legegyszerűbb eszközökkel, akár a homokkal, valami olyan dolgot sikerült teremteni, nagyon egyszerűen, ami ott megszületik a szemünk előtt, és nem kell hozzá semmi különös technológia, az nagyon-nagyon jó érzés, és nem tudom semmihez sem hasonlítani, és amit felmerült a kollégák részéről, hogy ugye az átírás, itt Feri említette, hogy mi lesz akkor, ha majd ez így már az összes formátum kifut, amit éppen használunk. Szerintem mindannyiunkban van egy ilyen vízió a nagy konnektorról, amit kihúznak egyszer, és akkor mi marad? Hát azok, amiket leforgattunk, és akkor azokat még mindig meg lehet nézni a filmeken, ha a filmarchívumban jól megőrzik őket. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen ellentmondás a különböző technológiák, vagy a korszakok között. Mindig az alkotók, vagy az ötletek, vagy az igény fogja eldönteni, hogy éppen ki mihez nyúl. Minél több van a lehetőségekből, annál jobb. Igen, itt amit az Évi mondta, hát ez a kézművesség, én egyre inkább úgy látom, hogy ez egy szebb utca a kézművesség felé menni, mert ezt már így többször felvetettem, hogy szóval nagyon jó ez a komputer animáció, különösen hosszabb animációknál nyilván nagyon praktikus, meg gyors, csak az a bajom velük, hogy most ilyen egész estés filmeket végignézve,
én nem is akarok címeket mondani, hogy ugyanabból a spájzból merítenek. Tehát ugyanolyan a víz, a kő, a fű, tisztelet a kivételnek, aki egy saját látványprogramot csinál magának, de sajnos a látványvilágok, ha most így végignézzük ezeket a filmeket, akkor hát olyan, mintha két ember csinálta volna az egészet. Tehát nagyon-nagyon hasonlóak, lehet, hogy ez egy trendi dolog is, nem tudom, hogy mennyire, tiéd mondjuk egy teljesen különálló valami, de valahogy ezt és hát az aztán az a csúcs, ez a kedvencem, papírkivágásos animáció, úgyhogy be van szkennelve a rajz, és megcsinálják a papírkivágásos animációt, de árnyékot csinálnak a papírfigurák mellé, mint hogyha igazi papírkivágásos animáció lenne, holott az egész egy virtuális dolog. Tehát már egy ilyen bukfenc, hogy megcsinálok olyat, mint hogyha igazi film lenne, és igazi kézműves film lenne, holott az egész egy virtuális játék. Tehát nem tudom ennek hol lesz a vége, csak én egyre inkább azt látom fesztiválfilmeken is, hogy kicsit kezd visszatérni a kézművesség. Tehát ezt a Sári László zeneszerző mondta nagyon jól, hogy rosszul van attól, amikor egy gitárszólam van, de billentyűzettel csinálják digitálisan, zongorázzák tulajdonképpen a hegedű vagy a gitárszólót. Azt mondja, hogy neki igenis csattogjon az a húr, és pengjen, és inkább legyen néhol hamis, meg rossz, de érezzem rajta, hogy az egy anyagszerű valami. Az utolsó gondolatkör, leginkább Zoli kedvérben nem biztos, hogy most itt mindenkit ez annyira érint, ez pedig a műfajiság. Ugye a szerzői filmek kapcsolatban is fölvethető nagyon sokszor, hogy egyfajta műfaji mintázatot kap a szerzői film, vagy alműfajként felismerhető egy jegyei. Megint ugye Lacinak most szerencséje van, mert éppen most mutatják be a filmjét, tehát hogy erre szívesen hivatkozik az ember, hogy a Kék Pelikán is lehet akár bűnügyi film, kalandfilm, body movie, még ez is fölmerülhet, vagy akár a dokumentumfilmnek egy sajátos változata. Tehát erről lehet, hogy itt most elsősorban Zoltánt kérdezem, hogy az animáció esetében a szerzői film műfaji mintázata érvényes fogalom lehet, vagy sem. És még egy dologra hadd utaljak, hogy éppen a, ha nem is feltétlenül ebben a könyvben, de más munkáidban ugye nagy hangsúlyt szenteltél a magyar animációs film különböző jellegzetes műfajainak, például a karikaturisztikus animáció az ilyen értelemben talán távolról, de a vígjáték műfajával rokonítható. Tehát, hogy szerzőiség, műfajiság, animáció, ezek miképpen függnek össze? Van-e itt valami specialitás? Ez nagyon messzire vezető, és nagyon tág kérdés lenne, olyannyira tág, hogy a populáris műfajok és az animációs film kapcsolatából ugye disszertációt is írtam, az még megelőzte ezeketnek a könyveknek a megjelenését. Itt nagyon tömören csak azt érzékeltetném, hogy a műfajiság és a szerzőiség az eleve egymást nem kizáró fogalmak, tehát a művészfilm és a műfajfilm az egymást kizáró fogalom, de hát ugye műfajfilmek is lehetnek evidens módon szerzői filmek, lásd akár Alfred Hitchcock francia új hullámosok által körülrajongott életművét. Hát ilyen értelemben ez a jelenség ez öröklődik, vagy tovább megy az animációban is. Tehát azok a szerzői animációk, amelyeket akár a kötetben tárgyalok, akár máshol volt róluk szó, azok akár választhatnak maguknak műfaji kötődést. Például Évának vagy Orosz Istvánnak a filmjeiben ez nagyon nem jellemző. De Bucsi Rékánál, Laci filmjeinél, vagy akár Ferinek a Gyurma filmjeinél, de Gyulai Réviusznak a komikus alkotásait is mondhatnám, másoknál meg ez kitapintható és jelentős dolog. Tehát ez is egy ilyen alkotói választásnak, attitűdnek a kérdése. Ezzel nem lesz kevesebb a szerzőség, sőt több lesz, hogy igazából műfaji hagyományokat is tud beolvasztani a saját eszköztárába. A másik, amit említettél, ugye, hogy a magyar animációnak, ezeket én inkább tendenciáknak vélelmeztem, amik közül valóban vannak műfaji kötődések, hiszen a klasszikus tendencia a mesefilmhez kerül közel, a karikaturisztikus tendencia az általad említett vígjátékhoz vagy szatirához lehet társítani. Tehát itt is ilyen
egyre bonyolódó, egyre komplexebb kapcsolatok tételeződnek. De például az ornamentális vagy a dokumentális animációnál nincs ilyen kitüntetett műfaji vonás. Lehet éppen, mert a Fehér Lófia, mint az egyik legnagyobb ornamentális animációnk, az egy mesefilm is egyben, egy maga módján absztrakt mesefilm, de egy sor más ornamentális animáció például nem dolgozik műfaji keretek vagy vonatkozási pontok között. Úgyhogy ezek szerintem hatnak egymásra, kölcsönösen erősítik, bővítik egymást, és hát ezért is van az, hogy ez egy lezáratlan és lezárhatatlan szellemi út ezen barangolni és felfedezni. Tehát én sem gondolom azt, hogy ezt a hét életművet kimerítettem volna, és nem csak azért, mert néhány még bőven formálódik. Elhangzott az is, hogy egy 3 éves munka eredményét tartalmazza ez a könyv. Ennek kapcsán azt is mondjuk el, hogy ezt a Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíja, jól mondom a nevét, művészeti ösztöndíja tette lehetővé, ami egy 3 éves ösztöndíj, és annak a keretében készült el ez a munka. Egyrésztről nem tudom, hogy megkérdezhetem-e, vagy illő-e megkérdezni azt, hogy a 7 olvasható alkotói portrénak voltak-e alternatívái? Tehát volt-e olyan alkotó, akiről szívesen írtál volna, valamilyen megfontolásból nem fért bele? Tehát volt-e más terv, vagy pedig nagyon egyértelmű volt? Mert ez egy nehéz kérdés. Ugye mi lexikont is szerkesztettünk, és hát abban is nagyon-nagyon nehéz, hogy ki kerül be, ki marad ki. Látni kell, egy ilyen könyv, ez bizonyos szempontból kánont teremt. Tehát tényleg nagy dolog benne lenni, itt most mondom nektek, de ezt is tanúsítottátok, és rossz dolog kimaradni. Tehát bizonyára most vannak néhányan, akik adott esetben haragszanak rád. Említetted még a beszélgetés legelején, hogy a gyerekkoromból nagyon vissza tudok idézni dolgokat. Ehhez képest, ami 2020 tavaszán volt, egy kicsit nehezebb visszaidézni az emlékezetbe. Tehát nem a teljes képet tudom ezzel kapcsolatban felidézni. De majdnem teljesen egyértelmű volt, hogy kikkel szeretnék foglalkozni, mert volt egy előzetes elképzelésem, hogy mi alapján válasszak. Tehát nekem egyrészt az kellett, hogy legyen egy nagyon markáns stílusuk, és hát ilyen módon azért eléggé adta magát, hogy kik azok, akikkel lehetne és kellene foglalkozni, kötődjenek a képzőművészethez, és hát nem utolsó sorban érezzem úgy, hogy egy több hónapig megirandó tanulmányt valóban meg tudok írni a munkásságukról. Volt még egy valaki, aki jelöltem volt, de ő nagyon kilógott volna a sorból sok dolog miatt. Nem is nevesítem őt most. Ő egyébként a 2000-es évek dereka óta már nincs köztünk. De kevésnek éreztem egyrészt magam az ő életművéhez, másrészt inkább... Tehát ennél a 7 alkotónál maradtam, és ezt, tehát egyrészt ez nagyon jó döntésnek bizonyult számomra az élmények révén is. Remélem, hogy az alkotóknak is jó döntésnek bizonyult, hogy őket választottam és írtam róluk. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt számomra akkor 2020 tavaszán, amire nyilván nem jó szívvel emlékszik vissza senki sem. Nekem egy dolog jutott eszembe, illetve nem csak egy, de ez mindenféleképpen eszembe jutott a könyv kapcsán, hogy ki fog majd írni a Varga Zoliról könyvet. Hát erre tényleg most nem tudunk válaszolni, és még azért az messze van. Reméljük, hogy egy összegző könyvet írjunk. Zoliról biztos nem én leszek az. De te mit írsz legközelebb? Ezzel szeretném bezárni ezt a beszélgetést, hogy mi lesz a következő könyv? Ötletek és tervek vannak, amelyek bizonyos értelemben fordítottan arányosak a lehetőségekkel és a kilátásokkal, vagy legalábbis ez majd egy nyitott kérdés, hogy ebből mennyire lesz a dolog. Bár lehet, hogy publikussá tenni nem annyira kellene, mert akkor talán nem jön össze egy ilyen dolog, de mivel azért többeknek mondtam már, egy kicsit szélesíteném a repertoárt annyiban, hogy az országhatárokon kívülre kalandoznék, és mivel egy nagyon régi ismerettség fűz ennek az alkotónak a filmjeihez, hiszen Szoboszlai Péter animációs szakkörén ismertem meg.
mondok is egy dátumot, 2000. január 12-én csütörtökön láttam először a Párbeszéd lehetőségeit című filmét ennek az alkotónak, és idén lesz 90, szeptemberben, szeptember 4-én. Én egy Jan Schwankmajer monográfia tervét szeretném benyújtani, talán azt is lehet mondani, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnak a pályázatára. Ez most a prioritás, aztán még gyűlnek az egyéb ötletek is. Tehát ez a szerzői közelítés pont nagyon bejött az elmúlt évek alapján, és ezt szeretném kiterjeszteni és folytatni. Köszönöm szépen, és most szeretném átadni a lehetőséget önöknek, hogy kérdezzenek akár a szerzőtől, akár a jelenlévőktől. Tehát van-e a közönség köreiben bárkinek kérdése vagy kommentárja? Parancsolja. Igen, jó lenne, de nem, hát az a helyzet, hogy hát most ha ennyire a szerzői dolgoknál tartunk, akkor hát mondjuk ez a homokanimáció ez eléggé a védjegyem lett, de én úgy látom, hogy ebben a technikával nem éppen erről az Olival még itt előtte beszélgettünk, hogy nem, hát nem lehet 80 perc homoklátványt végigvinni. Egyébként furcsa módon az élő homok animációt simán lehet másfél órán keresztül, óriási sikere van, de az más, mert élőben fokra-fokra van víve a rajzolás, tehát be van vonva a néző egy alkotási folyamatba. De a homok, az két dimenzió, tehát nem lehet úgy, mint egy rajzfilmen táblatokat vinni, és ugyanakkor, ami a rajzfilmnél a legegyszerűbb forma például az, hogy megy a figura, hát ezt homokkal nem lehet. Tehát a homokkal a álomszerű, szürreális látványokat, de azt meg nem lehet 80 percen keresztül nézni. Tehát 10 percig szép, de tovább nem. Hát gyurmából meg végigcsinálni 80 percet, hát az se. Még bábban lehet, ahogy a Trinka csinálta, vagy hát most ez a egyébként érdemes megnézni ezt az amerikai Laika stúdiót, aki most újra felhozta a bábfilmet. Fölülről úgy néz ki a stúdió, mintha a Volkswagen autóművek lennének, tehát egy 500 embert foglalkoztató bábműterem, egyszerűen hihetetlen. Érdemes rámenni, mert rengeteg verk van róluk, ez a Kubo és a Varázsúrok meg egyebeket csinál, szóval valami döbbenet, hogy mit csinálnak bábfilmbe. Hát egy ilyen felállással és ilyen háttér pénzekkel nyilván lehet egy olyan báb egész estést csinálni, ami különleges. Köszönöm. Más kérdés vagy hozzászólás? Ha nincsen, akkor nagyon köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak minket. Még egyszer gratulálunk Zolinak a könyvéhez. Továbbra is megvásárolható, hogy bal oldalon, vagy önöknek jobb oldalon. Minden jót, viszontlátásra!